Jó van, rögzít, 2 fok van, vagy 0. Tó mellett biztos, hogy mínusz van. Most már indokolt az SPD elhagyása a mínuszokban. Jaj, de jó. Szépen le van fagyva minden. Tócsák teteje, jég. Zsír az idő. Zsír égetős. Hú. November 4. Reggel 9. Mínusz 1 fokkal keltem. Másfél órája. Most a legmelegebb tájakon már +2 is lehet, ahol süt a nap. Maradjunk a nullánál, hogy mindenhol az van. Bétvin aláöltöző. Inkább mutatom. A 0 fok. Ma ez alatt a sárga rikit tollat van egy bétvin aláöltöző, meg egy kabát. A nadrágból ilyenkor már kell 2. Van egy vékony téli kalennyi, meg rajta ez a vastagabb, elől ilyen nagyon vastagított, amit teszteltem is 10 pár fogva egy szám magába, és jól teljesített, így a dupla gatya pont jó, bakancs dupla zokni, síkesztyű, és egy moszk. Egy baj van, amit nem tudtam áthidalni, mert gyorsan kellett indulni, ebben a maszkban a szemüveget fölteszem, lepárásodik, úgyhogy most megfagy a szemem. Na, égjen a zsír.
másik. Nehezen megy a tekerés. Tegnap nem csináltam semmit, csak 500 kilométert vezettem, és vagy az, vagy ez a 10-15, vagy 16 fokos lehűlés. Mintha valami plusz 10 valamibe mentem volna, most meg nulla. Lassan a desedő is be fog fagyni. Óvatosan azokkal a sebességekkel, mert olyan vagyok, mint egy medve, úgy mozgok ebben sok ruhába. Fura. Szerintem a 10 kiló ruha, ami visszafog, olyan, így amikor elkezdtem, több mint egy éve. Habár nem olyan, mert akkor 20 kilóval nehezebb voltam, meg ugyanúgy 10 kiló ruha volt rajtam. De az érzés olyan, jaj, nehéz. És dög nehéz vagyok. Hú, de jó dolog lefogyni. Hát ez cefet, kemény. Az a jó, a szemüveg ugye a bogarak miatt kellett főleg, abból nincs sok. És ilyen nagyok, de az azt hiszem fecske. Azért az beleszáll a szememben, rá tudok pislogni. A bozinos kovádban nem látok hátra. Csúszik? Baszokat. Megy ez. Ilyenkor kemény az edzés. Ilyenkor szokták föladni. Azok, akik most nincsenek itt, meg holnap se lesznek. De az időjárás az nem nagyon ok arra, hogy feladd az edzést. Hogy nehezebb csinálni, az meg csak jó. Hogy fázol, az csak jó. Hogy erősödsz, az csak jó. Azért a nulla fokba kardiózni, ennél jobb nincs. Szívni tüdőre a levegőt. Ha tegnap is mentem volna, akkor ez lenne az ötös számú lábadozós edzés. Tegnap a negyedik nap az ilyen pihenős, utazgatós volt. Nem edzettem semmit. Igaz, egy hibát elkövettem, semmit nem ettem. Illetve este 7-kor megreggeliztem, 4 IKEA-s hotdog, meg valamikor 11 órakor ettem egy tányérlevest. Na hát ez ennyi, ugye elég is volt. Ugye nem, valamikor délbe, ebédre, reggeli előtt ugye, bekaptam egy tuckrékert. Lehet, hogy tegnap a napi kalória szükségletem alatt voltam, az alultáplált, és azt érzem, azért vagyok én gyenge. Mert valami iszonyatos érzés. És a dupla feszes nadrág is fog, a sok ruha. Jaj, de nehéz, de jó.
folyik az órom, és a prima az, hogy majdnem oda is fagy. Remélem, hogy ez nem így, akkor röhöghettetek volna. Azért itt minuszok vannak, ahova nem süt a nap, és pluszok, ahova igen. Igazából látszik, hogy a sár teteje olvad fel, jellegzetes. Hát igen, ha lett volna lehetőség, szívesebben jövök 4 óra múlva, amikor plusz 10 fok lesz. Csak nincs lehetőség. De valamennyi ideje mindenkinek van valamikor. Tud elvenni az étkezésből, meg az alvásból is. A tévézés az ugye már rég elfelejtettük, pedig hát sokaknál az már bőven sok lenne az edzésre. Sőt, szerintem mindenkinél, még nálam is. Mondjuk én nálam nem nagyon, mert én nem nézek tévét már lassan. De egy éve, amit néztem, az bőven elég lett volna. Csak most már ott tartok, hogy vagy dolgozok, vagy sportolok. Vagy alszom, és az étkezésekkel van egy kis gebasz. Mert nem nagyon van rájuk idő, főleg a főzésekre. Mert ugye főznöd kell magadnak. Ha tudni akarod, hogy mit eszel. Ezzel van egy kis gond.
Nagyon fontos a kaja. Hosszú távon fontosabb, mint az edzés. Ma is döntenem kellett, hogy főzök magamnak. Eszem rendes csirkét, csirke mellett, rizssel. Vagy épp belefér egy edzés. És szarkaját kell lennem. De ma muszáj volt beletenni az edzést, mert tegnap nem volt. Mondjuk éjszaka lehet leszem a biciklizni. Vagy akár kint lenni. De azt az autósok miatt utálom. Tuti elütnek, megölnek. Hogyha ilyen télen országúton hiába kivilágítva megyek. Azok egymásnak neki mennek, nem a biciklisnek. Nagyon rossz a közlekedési morál ehhez. Rosszak az utak. Nincs kivilágított biciklis út, ami lehetne edzeni. Ez legalább egy, vagy ezt a kört kéne kivilágítani, vagy valahol egy akadálymentes 20-30 kilométeres kerékpárútnak kéne, hogy legyen, vagy legalább 10, amin oda-vissza lehetne menni. De ez a város nem az egészségről szól. Azt a beszél.
Jegyezzük meg, nevik a kesztyű, nagyon jó. Hát, ha teljesen lekopik jól a felirat, és nem tudom kideríteni, mi volt. Mondjuk ezt a videót is hogy találom meg. Folyadék fontos. Minden csúszhat. Például ez. Igen, ez csúszik. Sem baj. Kemény a teló. Lágyabbra kell állítani, levegőt is leereszteni, meg az olajat is lágyabbra, az olajos részt, nagyobb a viszkozitás, és nagyon csúszik a vizes levél rendesen. Sőt, ennek meg van fagyva nagy része még. Jaj. Ez hó vagy jég, vagy mi van a levélen? Na. Csúszik. Óvatosan kéne menni. De hát arra kinek van ideje. Az alsó részt el lehet felejteni ilyen csúszós időbe. Az ember nem akar a desodába esni. Gyökerek sajnos nagyon dobálnak. És semmit nem fogok. A fagyott vizes rohadó levél.
nagyon csúszik. Itt lesz valahol a kő. Itt van. És már csak egy kis emelkedő, nagy emelkedő. A nád után. És akkor vége. Ez még nem nád, de csúszik. Nem lehet gyorsabban menni, nem fog semmit a gumi, itt a nád, az emelkedőm. És mehetek is föl. Pörög. Kicsit. Sikerült. Nagyon fontos volt a jó fokozat megválasztása, a rutin. A biztos fokozat. Mert ha elpörög, vagy elfáradok és vissza kell váltani, utána elpörög. És nem jön fel. Ez. Finom. Szép érezni rajt, hogy hideg. Aszfalton ragadnak ezek a gumik. Kilométer, 7, most se tudom. Négyszázhetvenezer kalória ma az elhasznált energia. Eddig.
250-et valószínűleg elpirítok, 250.000 kalóriát, 230-at tuti, már nem számolom ki, mennyi lesz, de tudjátok. Jaj, de finom.
680 ezer kalória. Eddig. Innek már csak 4 kilométer. Hazáig. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Köszi! Jaj! Mondjuk úgy, hogy ez nehéz. Még mindig. Kemény vagy. Bírod. Thank you.
654 ezer kalória. Ezer kalória az egy gram tejzsír. Ez az, amikor ez most 660 ezeren van, 668 ezerhez ér, az egy gram tejzsírból sikerült. Eddig kettő, nehogy 2000 kalória. Most ez itt egy túl könnyű rész, de ugye pörög az anyagcsere. Már 4, már 5000. És itt a 668 000. Ez egy gram testzsír, érzik a második grammot. És itt van az újabb 8000 kalória, újabb egy gram testzsír. Hát ez így megy grammonként. Hogyha nem ettünk semmit, jó éhesek vagyunk. Már tegnap is azok voltunk. És csak elkarnit intettünk. Muszáj valamiből menni. De ez egy nagyon nehéz, fájdalmas folyamat. Fáradékonyság, kettelenség, erőtlenség, gyengeség. Ez mind ilyenkor próbálkozik. És nagyon kevés. Vagy nulla, vagy kevesebb energiát érzünk. Ez az ellenkezője a tömegelésnek, amikor félistenek vagyunk. Tele energiával. Fölmegye, muszáj neki! Jaj, de jó. Van itt pénzbőven, hétköznap délelőtt, legkisebb mellékutat, kisvárosban.